megint innen jelentkezem. Ugye az előző heti vlogban azzal köszöntem el, hogy majd onnan folytatjuk, és hát igen, szerda van, most kezdtem csak el a heti vlogot, és már megint vámpírnak vagyok öltözve, megsminkelve, és ennek az az oka, hogy Halloweenkor nem nagyon készült rólam fotó, és ugye ott voltunk az Ázsia Centerben, láttam, hogy vannak rendezvényfotósok, szép nagy objektívvel, szóval biztos tök jó minőségű képet készítettek rólunk, csak hogy nem kaptuk meg még a képeket, nem töltötték fel sehova, és már elég sok idő eltelt, szóval lehet, hogy már nem is lesz ebből semmi. Úgyhogy gondoltam, csinálok néhány képet, és akkor utólag feltöltem Instagramra, hogy hogy néztem ki Halloweenkor, mert próbáltam azért vállalható képeket csinálni, tehát nem csak így megállok és lefotózom magam, hanem egy kis kreativitás, de tényleg semmi extra. Még az sem biztos, hogy vállalható képek lesznek. Ráadásul a szoknyámat meg a kesztyümet is leöntöttem viasszal, úgyhogy csak a szokásos Alizia dolgok. Ezen kívül eddig ezen a héten nem történt szinte semmi extra. Most azon gondolkodom, hogy szeretném átrendezni egy picit a lakást. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én nem bírom elviselni, hogy ne változtassak időnként valamit a lakáson. És sajnos amióta hatalmas nagy kanapénk van, azóta nem nagyon tudtuk rendezgetni a lakást, mert az egy olyan helyen van, ahonnan nem nagyon lehet arrébb vinni, tehát annak ott megvan a helye, bebetonozva, onnan már senki nem viszi el szerintem, és én meg szeretnék valamit azért egy kicsit változtatni, úgyhogy most ezen gondolkodom közben, meg lehet, hogy valamelyik nap neki is állok a rendezkedésnek. És azért pont most jutott ez eszembe, mert szereztünk egy szobabiciklit, szeretnék elkezdeni szobabiciklizni, pont én, de mindegy. Tehát az megint egy kicsikét sok helyet foglal, és így zavarja a rend szeretőségemet, hogy a szoba közepén ott van egy szobabicikli. Úgyhogy szeretném egy kicsit úgy rendezni a lakást, hogy ne legyen annyira az útban, meg úgy annyira szem előtt. Mert amúgy ez a szoba még mindig eléggé üres, úgyhogy itt elférne pár cucc. A kopival pedig ne foglalkozzatok, azt majd elpakolom nem sokára. Itt újra, már vasárnap van. És ezen a héten én megint nagyon-nagyon keveset videóztam, mert a hét második felében már kezdett rám jönni a migrén, és hát ma is eléggé rottyom vagyok, viszont megyünk családi összejövetelre Mikiékhez, és hát nem hiszem, hogy túl kellemes lesz számomra, de hát megyek. Majd megint visszafordulok az ajtónál, még nem tudom. Na hát csütörtökön voltunk az állatorvosnál, és beszéltünk velük, illetve vettek Lunától vért, minden teljesen rendben van így a vérképével, és azért is kellett ez a vérvétel, mert most így tudtunk kérni időpontot a műtétjére, ugye egy kis zsírdaganatot fognak levenni a farka tövéről, meg ha már úgyis altatásba lesz, akkor a fogkövét is leszedik, mert van neki, és ahhoz kellett a vérvétel, hogy ugye biztonságos legyen az altatás, mert ebből látják, hogy rendben van-e a mája, meg a veséje, és ez kellett az altatáshoz, szóval igen. Úgyhogy jövő héten megműtik. Itt nyugtalankodik szegény kutya. Szia! Szóval jövő héten sok minden lesz, mert megyünk szabadulószobába is, anyám is jönni fog, vért is megyek adni, és még Lunának is azon a héten lesz a műtétje, úgyhogy lesz minden szerintem. Hát szurkoljatok neki, hogy minden rendben legyen, bármire ezt a videót látjátok addig, de már túl is leszünk a műtéten, de ez nem olyan nagy műtét, úgyhogy remélem tényleg minden rendben lesz. Ugye Luna? Bolond vagy mi? Adj egy pacsit, ha bolond vagy. Jó van. Na hát, erre a hétre viszont elbúcsúzok, hát lesz vagy 5 perces ez a videó is, úgyhogy nem vittük túlzásba. Luna, nyugi! Úgyhogy, sziasztok! Oh. Bolond vagy? De bólogatok volna.